Másodfokú trénerképzőnek ad helyet az Outward Bound Románia szovátai központja. A program március 21-e és 31-e között zajlik, összesen 5 különböző országból, 7 különféle szervezettől, 10 résztvevővel. A trénerképző az együttműködésről és a csoportmenedzsmentről szól, vagyis arról, hogy a résztvevők hogyan tudják elősegíteni a programjaikon az együttműködést, illetve hogy ők maguk hogyan tudnak együttműködni a csoportjukban. A módszerünk az élménypedagógia módszere, ami a tapasztalati úton való tanulást segíti elő, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy-egy elméleti részt hogyan ültetünk gyakorlatba, illetve a gyakorlatból milyen konklúziókat vonunk le, tehát ezek együtt kéz a kézben járnak. Hárman vagyunk a csapatban, 2 oktató és 1 segédoktató van most velünk. Az első szintű trénerképzőt nyáron szokták tartani. Az egy olyan jellegű képzés, ami nagyon sok módszert ismertet meg a résztvevőkkel. A másodfokú képzés lényege, hogy kevesebb módszerrel dolgoznak, de ezeket mélyebben átveszik. Marosvásárhelyről érkeztem, és azért jöttem, mert kíváncsi voltam az általában Romániának a módszereire, mert ő már többször belefutottam így hirdetésekbe, vannak ismerőseim, akik itt önkénteskednek, vagy itt dolgoznak. És mivel trénerként dolgozom, azt gondolom, hogy akkor tudok én hatékonyan és hitelesen facilitálni, segíteni csoportokat, hogyha időnként én is résztvevői a státuszba lépek, és kipróbálom, hogy milyen megélni azokat a folyamatokat, amiket én is vezetek, vagy így könnyítek, segítek, amikor kívülről segítek egy csoportot. Azt tapasztaltam, hogyha ismerem is a módszert, vagy konkrétan azt a tevékenységet, az, hogy én is végigmentem egy fejlődési folyamaton, és más emberekkel osztom meg, mint mondjuk előzőleg egy másik alkalommal, ez egy más jellegű tudást ad hozzá, és egy másfajta felismeréseket is hoz az újból való megtapasztalás. I think the main learnings were connected to soft skills, basically how to actually work with groups, what to take in mind when working with them. So we also learned a couple of different models that are used, especially in the outdoor education, and helped us to understand the learning process of the participants and how we as trainers can make the process more effective and just use it to make the learning more effective. Well, I think one thing that is new for me is having so many bears here. So keeping in mind the danger of it, that I can't just go somewhere in the forest by myself alone, but I have to check in and take the bear spray and things like that to take sure of safety. I think that was something new, but in general, I think Romania is a beautiful place and it's nice to be here, and in one day we had the chance to experience both being on in the mountains where it's snow, and then slowly coming back towards center and kind of experiencing the change of the season. So it's a beautiful place to be in. A résztvevői társaság nagyon színes, van köztük olyan, aki Nepálban hegyi túravezető, illetve olyan is, aki külföldön vezet csoportokat. Érdekes látni azt, hogy ki milyen létszámmal és korosztállyal dolgozik, illetve hogy milyen fokú kihívásokkal néz szemben nap mint nap. Vallják a résztvevők. Az Outward Bound Románia már nagyon régóta, több mint 20 éve tart trénerképzőket, és nagyon sok országból jöttek már, és folyamatosan jönnek az elsőfokú és másodfokú képzésre is, vagy az alap vagy haladó fokú képzésre is. Amellett, hogy nekünk is, tehát hogy van egy inputunk, nekünk is megvan, hogy milyen fontos metodológiáról, elméleti háttérről hátteret implementálunk a programba, amellett nagyon nagy lehetőség ez arra, hogy a szakmából, mert hogy ezek már szakemberek, ezek már trénerek, a résztvevőink, nagyon, nagyon nagy lehetőség ez egy tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megosztására, és hogy ismét belekerüljenek a résztvevői helyzetbe, ami nagyon sok mindent ad tovább is a tréneri munkájukhoz. A résztvevők nagyon sokszínű tudással rendelkeznek, tegnap éppen volt egy olyan feladat is, ahol ezekről számoltak be egymásnak.